Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezt a szent misét a kaposfüredi Szent Őrangyalok plébánia templomból közvetítjük. Az evangéliumban a növekedésről hallunk. Három példát is mond Jézus, ami mind erről szól, hogyan növekszik a jó. Nem is gondolnánk nagyon sokszor, hiszen annyi rosszat látunk a világban, annyi rosszat látunk a környezetünkben, időnként saját magunkban is, de mégis arra hív meg minket az Úr Jézus, hogy a jóra figyeljünk, hiszen Isten igéje elvégzi azt, amiért küldetett, és Isten országa növekszik bennünk. Persze erre figyelnünk kell, együtt kell működnünk vele, de ez a remény, ez az öröm, ez a bizalom, amire a mai napon halljuk a meghívást. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. Istenem. Szeretettel köszöntelek benneteket vasárnapi szentmisénken, amit elhunyt Ilonáért ajánlok föl halálának 10. évfordulóján. Mielőtt Isten igéjét meghallgatjuk és részt veszünk Krisztus áldozatában, kérjük Istentől bűneink bocsánatát. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten! Bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! Yeah.
könyörögjünk. Urunk Istenünk, könyörülj népeden, és add nekünk bőségesen kegyelmed ajándékait, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel és szeretettel, és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat, a mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Nincs Isten rajtad kívül, aki mindeneknek gondját viselné, nem kell hát bizonyítanod, hogy nem ítéltél igazságtalanul. Hiszen hatalmad az alapja igazságosságodnak, és mivel mindenek ura vagy, kész vagy mindent megkímélni. Mutatsz ugyan erőt, ha kétségbe vonják hatalmadat, és bünteted azok merészségét, kik nem ismernek el téged, de fékezed hatalmadat, enyhén ítélsz, és nagy kímélettel igazgatsz minket, mert akkor gyakorlod hatalmadat, amikor csak akarod. Mindezzel pedig arra tanítottad népedet, hogy igaznak, emberségesnek kell lennie, és azzal a jó reménnyel töltötted el gyermekeidet, hogy amikor ítélsz, alkalmat adsz a bűnök megbánására. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! És a te Evangélium Szent Máté könyvéből. Isten.
Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték: Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe, honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: Ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt: Nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, és ágai között fészket raknak. Végül ezt a példabeszédet mondta nekik: A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever 3 véka lisztbe, és az egész megkel tőle. Mindez példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott. Példabeszédekre nyitom ajkamat, és hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, múlt vasárnap a magvetőről hallottunk példabeszédet az evangéliumban, most tulajdonképpen ez folytatódik. És látjuk a Jóistennek a látásmódját, gondolkodásmódját valamennyire, és látjuk az emberekét. Jó magot vetett a földjébe, és jön egy ellenséges ember, aki aztán konkolyt vet a földbe, és nagyon hosszú ideig nem is látszik. A különbség se látszik, amikor ezek éppen csak kezdenek így sarjadni, kijönni a földből. És hogy a szolgáknak rögtön föltűnik, hogy valami nincs rendben. És hogy mi is észrevesszük a rosszat. Mi is nagyon sokszor észrevesszük azt, ami minket zavar, ami számunkra rossz. És nagyon szívesen rendet tennénk. Hát kiírtanánk azt. Hányszor van bennünk ez a gondolat? És nagyon érdekes, hogy a gazda, az Úr Jézus, ő nem foglalkozik a rosszal. Ő nem tagadja a rosszat, ő mondja, hogy ellenséges embernek a műve ez. Tehát ő azt mondja, hogy jelen van a rossz, és van valami hatása is, de azt mondja, hogy sokkal fontosabb a jó. Mint amikor egy fehér lapra, ugye egy kis történet szerint, hogyha egy fekete pöttyöt teszünk, vagy egy kis fekete paca, egy kis fekete folt van rajta, hogy akkor megkérdezünk 1000 embert, hogy te mit látsz, hát a döntő többség bizonyára azt mondaná, hogy ezt a fekete foltot. Hát pedig ott van az egész nagy fehér lap. És hogy a gazda gondolkodása is ez, én tudom, hogy ott van a rossz, de hogy én nekem a gondolataimnak a középpontjában nem a rossz áll, hanem a jó. Sőt, a jó annyira értékes, hogy a jóért néha még a rosszat is érdemes hagyni, hogy a jó is tudjon növekedni, nehogy kitépjétek a konkollyal együtt a búzát is, mondja Jézus. És hogy megvan neki az a bizonyossága, hogy a jó túl tudja nőni a rosszat. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a jó erőtlen. Önmagától olyan erőtlen, gyenge, hogy ha mi nem csinálunk valamit, akkor tönkre fog menni. És azt mondja az Úr Jézus, hát ebben a példabeszédben a gazda, hogy a jó képes túlnőni a rosszat.
Ha a rosszal foglalkozunk, a rossz a központ, akkor előbb-utóbb, ha nincsen más célunk, mint hogy ha ezt a konkolyt kitépjük, ezt a rosszat eltüntessük, elpusztítsuk, akkor olyan eszközökhöz is fogunk nyúlni előbb-utóbb, amik nem a jónak a szolgálatában állnak mégsem. Akkor a pusztítás kerül a mi gondolkodásunknak az előterébe. Voltam nemrégiben egy esküvőn, és az édesapa megáldotta a fiatalokat. És ő is, tehát gondolkodott azon, ő is értelmezte, átimádkozta, hogy mit is jelent az áldás. És ő így mondta, hogy az áldás, hogy én a jót látom bennetek, és elfogadom, hogy ti tudtok jól dönteni, akkor is, hogyha én nem értem, hogy nem fogok beleszólni, hogy amikor nektek van közös döntésetek, én elfogadom, hogy az jó. Hogy belelátja a jót a fiatalokba, hogy bízik bennük. Hát ez egy fantasztikus, hogy megint csak mit látunk ugye azon a nagy lapon, hogy ezt a kis fekete foltot, vagy pedig látjuk a jót. Hogy tulajdonképpen így erre hív minket ez a mai evangélium is, hogy higgyünk a jóban, hogy a jónak van ereje, nem tehetetlen semmire való, hanem igenis, ahogyan előző vasárnap hallottuk az olvasmányban, Isten igéje elvégzi azt, amiért küldetett. Nem tér vissza eredménytelenül. Tehát, hogy a jó képes túlnőni a rosszat. Egy pap barátom mesélte, hogy amikor ő gimnazista korában tért meg, és akkor kezdett templomba járni, és akkor minisztrálni is ment, és egyik első minisztrálása után jó szándékkal egy néni mondta neki, hogy nem jól vetett keresztet. Hát bizonyára, hogy kijavítsa, hogy hogyan is kell keresztet vetni. És ő sokkal később már tudta úgy értelmezni, hogy tényleg milyen jó szándékkal jött ez a hölgy is, hogy akkor segítsen neki, de hogy az atya, aki engedte őt minisztrálni, őt, aki még keresztet vetni sem tudott helyesen, hogy látta benne a jót, és megvolt benne az a bizalom, hogy a jó képes túlnőni a rosszat, az ő esetlenségét, az ő fogyatékosságait, meg hogy nem alkalmasságát, hogy képes túlnőni a jó a rosszat. Mennyire jó, amikor így tudok látni. Vagy egy másik helyen, ahol voltam, Kaposfürednél, egy jóval kisebb településen, olyan 70-80 fős zenekar van. Egy zenetanár házaspár vezeti ott a zeneiskolát, és ezt a zenekart is. És ott mesélte, meg kántorkodni is szokott, hogy hát a mai gyerekekre ugye mondják, hogy elég nehéz velük, és hogy ott zongoráznak, hogy zongora órán ott mászkál inkább a zongora alatt a gyerek. Vagy hogy nem tudott megülni nyugton, vagy ami esetleg lenne házi feladat, hogy az persze, hogy nem gyakorol. És hogy mégis valamiképpen látja bennük a jót. És tehát nemzetközi ilyen kisebb turnékra is mentek, tehát hogy nagyon ügyesek, hogy nem csak a felnőttek vannak bent, hanem a gyerekek, általános iskolás gyerekek közül is nagyon sokan vannak ebben a zenekarban. Hogy látni a jót, és hogy hinni abban, hogy a jó képes túlnőni a rosszat. És ezért persze tenni kell, azt segíteni kell, támogatni kell, de hogy mi van az én látásmódomnak, gondolkodásmódomnak a központjában, az nem mindegy, hogy a jó vagy a rossz. Én a rosszat akarom látni, és azt elpusztítani minden áron, vagy pedig hiszek a jóban. Aztán így arról is szól ez a példabeszéd, akár ez a következő példája Jézusnak a mustármagról, hosszabb idő, ugye, amíg az is fává fog terebélyesedni, hogy van olyan, hogy mi vetünk, és nem mi fogunk aratni. Egyszer egy fiatal ember oázishoz ment a sivatagban, mert tudta, hallott egy bölcs emberről, egy idős mesterről. És mikor megérkezett az oázisba, akkor kérdezte az embereket, hogy merre van a mester. És akkor hát mondták, valahol ott az oázis szélén. És valóban meg is találta, egészen kis fa csemetéket ültetett.
És ezek olyan fák voltak, amik nagyon lassan nőnek, de hogy mély gyökerük van. És ahogy látta ez a fiatalember, hogy mit csinál a mester, nézegette egy ideig, aztán ahogy végül is szóba elegyedtek, megkérdezte, hogy de hát mester, miért ültetsz olyan fákat, aminek a gyümölcséről te nem eszel, és aminek az árnyékában te nem fogsz pihenni? És azt mondta neki a mester, hogy hát nézd, én egész életemben ebben az oázisban éltem, és olyan fák gyümölcséről ettem, amiket nem én ültettem, és olyan fák árnyékában pihentem, amiket nem én ültettem. Amit most csinálok, én azt a következő nemzedéknek teszem. Ebben is milyen szép ez a nagy lelkűség és a bizalom, hogy van értelme az én munkámnak, akkor is, hogyha én nem fogom látni. Rövid távon biztosan nem fogom látni, nem fogom tapasztalni. De mégis hiszek abban, hogy az Isten igéje elvégzi azt, amiért küldetett. Hiszek abban, hogy jót tenni jó. És az utolsó példabeszéde Jézusnak ez a kovász, amelyet az asszony belekever 3 vékalisztbe, és az egész megkel tőle. Pilinszky János is írja ezt, hogy mikor az asszony elkészül a tészta meggyúrásával, nincs más dolga, mint hogy kockás kendővel leterítse. És akkor onnantól kezdve jön a bizalom, a remény, a nagy vonalúság, hogy az elvégzi a feladatát, és hogy meg fog kelni. Átalakítja ez a kovász, arról is szól, hogy a Jóisten minket is nagyon szívesen alakítana, hogy mi is megkeljünk, hogy teljesebb legyen a mi életünk. És persze mondhatunk mi azért nemet, mert nekünk szabad akaratunk is van, hogy én nem akarok változni. De hát, hogy az egész világ változik körülöttünk, úgy is fogunk változni, csak nem mindegy, hogy milyen irányba. Minden esetre a Jóisten hagyja a mi szabadságunkat, de hív minket arra, hogy befogadjuk az ő kovászát, az isteni igének a kovászát. És hogy tulajdonképpen, tehát azt mondják ezek a történetek, hogy lehetőségünk van arra, hogy ne csupán valamit akarjunk elérni, hanem hogy valakik legyünk. Hogy legyünk Isten gyermekei, és egyre inkább Isten szemével lássuk a magunk életét is, hiszen ez a termőföld, Jézus azt mondja, hogy ez a világ, de ugyanakkor mi magunk is vagyunk, és van bennünk jó, és van bennünk rossz. És hogy amikor valaki szeretnék lenni, és nem csupán valamit elérni, akkor a Jóisten tud engem alakítani. Mert ha valamit akarok elérni, akkor előbb-utóbb hát csak elkezd az ember csapkodni. Hogy hát nem úgy van, ahogy én elképzeltem, ahogy ami segít engem, hogy haladjak, és akkor megint csak ez a feszültség lesz, hogy minden áron el kell a rosszat pusztítanom, bármilyen eszközzel. De hogyha valaki szeretnék lenni, Isten gyermeke szeretnék lenni, azt kérem, hogy ő alakítson, ő változtasson engem, akkor az ő békéjét is fogom megkapni, és abban a hitben, reményben tudok élni, hogy a jó képes túlélni a rosszat. Hát ebben az isteni látásmódban segítsen minket a mi Urunk. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Szentlélekben hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Testvéreim, imádkozzunk jóságos Istenünkhöz, aki megadja kegyelmét, hogy országa növekedjék bennünk és a világban.
Add, Urunk, hogy egyházad napról napra gyarapodjék hitben, reményben és szeretetben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy tanításod tiszta búzáját el ne folytsa bennünk a tévedés konkolya. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy az ifjúság kellő bölcsességgel és felelősséggel megkülönböztesse a jót a rossztól. Add, Urunk, hogy lelki pásztoraink munkáját bőséges termés kövesse. Add, Urunk, hogy az utolsó ítéleten választottait között lehessünk. Mindenható örök Isten, szent lelked segítsen mindnyájunkat, hogy a jót a rossztól megkülönböztetve, mindig a jót kövessük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a ti áldozatotok kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, te a sokféle ószövetségi áldozat helyébe egyetlen, tökéletes áldozatul fiat kereszt áldozatát rendelted. Kérünk, fogadd el híveid áldozati adományát, amint egykor elfogadtad Ábel áldozatát, hogy amit most fölséged dicsőítésére felajánlunk, az egész világ üdvösségére váljék. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Hálát adunk neked, Atyánk, Istenünk, hogy életre hívtál minket. Te sohasem hagysz magunkra életünk útján, hanem mindig itt vagy mellettünk. Mint egykor az úttalan pusztán átvezetted választott népedet, úgy vezeted most is az egyházat, szent lelked ereje és fénye által. Szent fiad nyitja meg számunkra az utat, amely elvezet a jelenből a boldog örök életre, és ezért az angyalokkal és a szentekkel együtt fölségednek dicsérő éneket zengünk. Oh,
Magasztalunk téged, mennyei atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig, de kivált kép most, midőn szent fiad, Jézus, szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát mindenható Istenünk, küld el szent lelkedet e kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk, testével és vérével. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme, hitünk szent titka. Hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl a támadásra, amíg el nem jössz. Jóságos Atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kénszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, és feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Adj erőt mindnyájunknak, akik az Úr asztalához járulunk, hogy valamennyien papok és hívek Ferenc pápánkkal és László püspökünkkel együtt örömmel és bizakodással járjunk életünk útján, hitet és reményt sugározva magunkból. Mennyei Atyánk, irgalmazz testvéreinknek, akik Krisztus békéjében hunytak el, és légy irgalmas minden megholthoz, akinek hitét csak Te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár ránk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az apostolokkal és a vértanúkkal, Szent László királlyal, Szent őrangyalokkal és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd minden ható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Thank you.
szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen a békesség köztünk. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához. Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Thank you.
Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus, a mi Urunk által. Közösen imádkozzuk. Imádkozzunk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk lévő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Arra hív minket a mai evangélium, hogy lássunk reálisan, tudjuk, hogy van jó és van rossz, és vannak gyümölcsei a jónak, vannak egészen másfajta gyümölcsei a rossznak. De hogy a jóra figyeljünk, a jóval foglalkozzunk, hiszen hogyha figyelmünk egészen máshol van, akkor akár a bennünk lévő jót nem tudjuk kidolgozni, kifejleszteni, és talán észre se vesszük másokban a jót, hogyha mindig csak a rosszra fókuszálunk. Hogy erre hív minket, így próbálja gyógyítani a mi látásunkat, a mi hitünket, reményünket, szeretetünket a mindenható Isten. A Szentmise záró áldása után a gyerekek jöhetnek a színezőkért, itt elő vannak az oltáron. További szép vasárnapot kívánok mindenkinek, az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható és minket szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szent mise véget ért, küldetésetek van, járjatok békével. Ezt a szentmisét a kaposfüredi Szent Őrangyalok plébánia templomból közvetítettük. És a reményről szóltak az olvasmányok, ahogyan hallottuk, hogy van növekedés, a jónak a növekedése, a jó
fölül tudja nőni a rosszat, fölé tud növekedni, hogy nekünk nem kell fönnakadnunk apró rosszaságokon, amit látunk a környezetünkben, vagy időnként saját magunkban is, hanem arra hív minket, hogy Isten művére, Isten működésére, ami jelen van az életünkben, arra figyeljünk, hogy vegyük észre, hogy növekszik a jó, jelen van és növekszik. Hogy ez a remény, ennek az öröme, az evangéliumnak az öröme legyen jelen a mi életünkben is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!